A gazdasági kamara képviselői kiemelik. Jó, hogy a mezőgazdasági támogatásokról szóló elfogadás előtt álló törvény végre előírja, hogy a mezőgazdaság részesedése nem lehet kisebb a költségvetés 5%-ánál. Ez azonban még messze elmarad az agráriumnak a bruttó társadalmi össztermékhez való hozzájárulásánál, ami 10%-ot tesz ki. Jövőre valamivel nagyobb agrárköltségvetéssel számolhatunk, mint egy 450 millió euróval. Ez némi előrehaladást jelent a 2012-es és a 2011-es évhez képest, de még mindig nagyon kevés. Igazi fejlődést az 1 milliárd dináros büdzsével lehetne elérni. Folyamatosan azért kell harcolnunk, hogy a mezőgazdaság a társadalmi össztermékhez való hozzájárulásával arányos mértékben részesüljön a köztársasági költségvetésből. Az Agrárújságírók Egyesülete idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. Az Agrárújságírók Egyesülete Szerbia legrégebbi, egyben a legtömegesebb és legaktívabb ilyen egyesülete. A megalakulásakor az volt a szándékunk, hogy egybegyűjtsük az agrárújságírókat, és lehetővé tegyük számukra, hogy eredeti forrásból juthassanak az értesülésekhez. Ezt azután ki a maga módján dolgozhatja fel. Az agrárújságírók idén is több külföldi utazáson vettek részt. Alkalmuk volt megismerni, az adott országban egykor hogyan készültek az unióba való belépésre, és mezőgazdaságukra nézve milyen hatással volt a csatlakozás.